A sürgősségi ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozónak alig 5 percbe telik elkészíteni a páciens elektrokardiogramját. Ezt naponta több tucat betegnél elvégzik, de súlyosabb esetekben minden perc számít. A kapott értékeket azonnal továbbítani tudják a szakorvosnak, aki reagál a problémára. A folyamat nem tart sokáig. Az értékeket automatikusan rögzítik, majd továbbítják a telemetriai központba, ahol szakorvos dolgozza fel a kapott értékeket. A gyorsaság nagyon fontos, mivel szívinfarktus és agybérzés esetén is minden perc számít. Amikor infarktus gyanús beteget látunk el, a központ munkatársa továbbítja az elektrokardiográf által kapott adatokat a fogadó egészségügyi intézménybe, hogy mire a beteg odaér, az orvos fel tudjon készülni a fogadására. A telemetriai központban szolgálatot teljesítő szakorvos értékeli az adatokat. Csak idén a mentősök több, mint 5000 szív- és érrendszeri betegséget észleltek. A szakemberek együttműködése különösen fontos szívinfarktus és agyvérzés esetén. Nagyon sokat számít a fájdalom kialakulásának időpontja és az ellátás megkezdése között eltelt idő. Értelemszerűen ilyenkor sor kerül a fájdalom csillapítására, a gyógyszeres kezelés megkezdésére, ahhoz, hogy elkészülhessen az angiográfia, majd a további sürgősségi beavatkozások, mint a katéter felhelyezése vagy a bypass. Ezen kívül minden szívfelvétel bekerül az adatbázisba, ami komoly segítség a betegség dinamikájának, Megfigyelésekor, de rögzítik a korábban elvégzett beavatkozásokat is. A héten a megye 500 egészségügyi dolgozója sajátította el a telemetriai berendezésekkel való munkát és a telemetriai központba történő adatátvitel folyamatát. Az alapellátásban résztvevő egészségügyi dolgozók szakirányú képzésére a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi ellátó központban került sor. Mária Monics, aki szintén részt vett a képzésen, naponta legalább 10 elektrokardiográfiát készít. Mindent nagyon alaposan és érthetően mutattak be. Én kezdő vagyok, mivel csak egy éve dolgozom diagnosztikai ápolóként, de az a véleményem, hogy ilyen és ehhez hasonló tréningeket évenként kellene tartani az egészségügyi dolgozók számára. Techniczno... Technikailag a mobil hálózat és egy sim kártya segítségével történik az adatátvitel, és körülbelül egy percet vesz igénybe. A rendelőben vagy a mentőautóban elvégzett kardiográfiai vizsgálat eredményét továbbítják a telemetriai központba, ahol szakorvos értékeli és konzultál a családorvossal vagy a mentőssel, majd kíséri mindaddig, amíg a beteg el nem jut az egészségügyi intézménybe. Eddig száz mentőautó csatlakozott a telemetrikus kardiológiai komplexum hálózatához, de nem sokára a házi orvosok és az ápolók is igénybe vehetik ezt az alkalmazást.